Hétvégén megnyílt a Kismányoki Tündérkert kézműves vásár, amelyet a környéken élő népcsoportok bemutatóival kötöttek össze a szervezők. Ezzel a rendezvénnyel csatlakoztunk a Népviseletek Napjának országos felhívásához, amit tavaly évben már első alkalommal megrendeztünk. Ezen a napon lehetőséget adunk annak a rengeteg magyar gyönyörű népviseletnek a bemutatására. A délután folyamán többek között a sárközi, felvidéki, mezőségi, bukovinai és siolgárdi viseleteket láthatták, és egy-egy előadásnak köszönhetően a népcsoportok hagyományait is megismerhették az érdeklődők. A moldvai csángó viselet különleges darabjáról, a keptáról, amelyet a fiatal emberek szüleiktől, keresztszüleiktől kaptak a lakodalom előtt, mindent elárult viselője. És amikor ezt megkapják, akkor csak nagyon kevés hímzés van benne elől, meg az ujjai, és utána, amikor ezek a hímzések úgy kerülnek bele, amikor megházasodik a fiatal ember, akkor elviszik a kozsokárhoz, aki ezt varta annak idején, és belehímezik képírással, hogy megházasodott. Aztán megszületik az első gyermek, azt is belehímzik. És akkor meghalt a nagymama, tehát a nagyobb családi eseményeket mind belehímzik képírással. A másodízben megszervezett délután lehetőséget adott a Magyarországon élő népcsoportok viseletének hagyományainak megismerésére.